Az MTK elleni mérkőzésen már a második percben helyzetbe került csapatunk, Nemanja Nikolić léphetett ki a vendégvédők közül, azonban lövését védte Szatmári Zoltán. A folytatásban távoli lövésekkel jelentkezett az MTK, a hatodik minutumban Zsidai megpattanó löketét kellett hatástalanítani a sebőknek. A 19. percben egy szögletet követően André Alves fejelhetett, azonban próbálkozása elkerülte a hosszú felső sarkot. A 27. percben Farkas 2 Balázs játszotta tisztára magát az MTK 16-osa előtt, lövése azonban elkerülte a vendégek ketrecét. A 29. percben a játék képével teljesen ellentétes módon megszerezte a vezetést az MTK. Lázok szabad rúgását még hárította sebők, a kipattanót azonban Szatmári Lóránd a hálóba továbbította. A 39. percben egy szemet gyönyörködtető akció végén óriási egyenlítési lehetőség maradt ki. Nagy Dániel és Nemanja Nikolić dolgozta ki a lehetőséget, Alves lőtt, azonban néhány centivel a labda elzúgott a felső léc felett. Az első félidő végén Szatmári Lóránd lövését kellett sebőknek védenie, majd a második játékrész első próbálkozása Nagy Dániel nevéhez fűződik, szabad rúgása alig került el az MTK kapuját. A 60. és a 64. percben Litták Zoltán jelentkezett az MTK kapuja előtt, előbb akcióból, majd szabadrúgásból tesztelte Szatmári Zoltánt, az MTK kapusa azonban mindkétszer hárított. A 65. percben óriási egyenlítési lehetőség maradt ki, Nemanja Nikolić ravasz csavarásánál a kapufa segítette ki az MTK-t, majd Sándor György fejesét már les miatt visszafújt a Fábián játékvezető. A 72. percben André Alves térült-fordult az MTK kapuja előtt, létszalátartó lövését azonban a vendégek hálóőre hárította. A 89. percben Elek Ákos ment el remekül a bal szélen, veszélyes centerezésébe azonban nem tudott senki beleérni az MTK kapuja előtt. A hosszabbítás perceiben még mindkét oldalon kialakult egy-egy lehetőség, a vendégeknél pár lövése került el sebők kapuját, majd a 92. percben Litták fejesét hárította Szatmári Zoltán. Csapatunk hiába alakított ki több helyzetet és hiába játszott jobban vendégénél, az MTK végül 1-0-ra nyert a Sóskói stadionban. Javítási lehetőség pénteken a Debrecen elleni csúcsrangadón.